Ismét street art itt Érden, nem első alkalommal kerül megrendezésre. Hányan jelentkeztek, illetve pontosan mikor is lesz? Szeptember 4-én kerül megrendezésre a street art. Ugye sajnos a tavalyi évben nem volt lehetőségünk rá. Idén az utolsó pillanatig kivártunk, hogy megpróbáljuk vagy nem. Ugye ez egy hagyományosan tavaszi rendezvény, de hát tavasszal még erre nem volt lehetőség, ezért toltuk ki nyár végére. Ráadásul lehetőségünk volt támogatásra pályázni, úgyhogy azt gondolom, hogy a szerencsétlenségben végül is szerencsésen alakult ez az év. Megpróbálkozunk vele még, ha szigorú szabályok mellett is lehet csak megrendezni. Mivel egy utolsó pillanatos kihirdetés volt, ha mondhatjuk így, ráadásul a nyár közepén a pályázatra, így az előző évekhez képest egy picit kevesebb volt a pályázat, de így is bőven volt, miből válogatni a zsűrinek. Most már megvan a 10 döntősünk, őket kiértesítettük, visszajeleztek, hogy részt kívánnak venni a döntőbe az élőfestésen, úgyhogy szeptember 4-én 10 élőben fogják megvalósítani a graffitiüket itt Érden a főtéren. Milyen hozzá kapcsolódó programok lesznek esetleg? Természetesen a street arthoz, mert az előző években megszoktuk, az extrém sportok, mozgásformák, amik az utcai művészetek, ez a graffiti szénához kapcsolódnak, jelen lesznek most is. Lesz gördeszkás bemutató, BMX-esek, breaktáncosok, airtrack show, slackline. Ezeket nem csak megtekinteni, hanem kipróbálni is lehet, úgyhogy a profik nagyon szívesen, akár gördeszkázásban, rollerezésben, BMX-ben, vagy az airtrack szőnyegen való ugrálásban, szaltozásban tudnak segíteni az érdeklődőknek, hogy kipróbálhassák magukat. A művelődési ház működésében mi várható az őszi időszakban? Nyilván ilyenkor elkezdődnek a színházi előadások, koncertek, ugye bent a színházterem teljesen ki van normál esetben használva. Így, hogy egy kicsit gondolunk azért a negyedik hullámra, ennek a lehetőségére, mi az, amit tervezni lehet? Visszafogottan tervezünk. Nyilván van megkeresés a megszokott közönségünk részéről, ők ugyanúgy érdeklődnek, hogy összevárhatóak a megszokott programok színházban. Hosszas gondolkodás után úgy döntöttünk, egyeztetve, leszondázva a közönséget, hogy ugyan csökkentett számban, de a megszokott programokat elindítjuk. Elsősorban szeptember-októberre tervezünk, és hát sajnos betervezzük azt, hogy a szigorítások elindulnak majd a negyedik hullámmal, tehát hogy vissza fog térni valószínűleg, hogy zárt térben eseményre, kulturális eseményre csak oltottak jöhetnek, vagy maszkot kell hordanunk, vagy létszámkorlátozás lesz. Sajnos ezekre előre kell gondolnunk és készülnünk, de amíg lehet, megpróbáljuk kihasználni és egyfajta műsorszolgáltatást biztosítani annak, aki szeretné ezt igénybe venni. Az ősz folyamán várhatóak-e még kültéri programok? Művelődési központ több kültéri programmal a nagy rendezvényen kívül most nem készül, de Érden azért lesznek még kültéri programok. Ugye ez a szeptember első fele hagyományosan az érdi napok időszaka lenne, ami nagyon sok rendezvényen jár itt Érden. Ha nem is olyan változatos és nagy számba, ahogy a járvány előtti időszakban megszoktuk, de azért lesz bőven. Ófaluba a pincesoron megrendezésre kerül a Szüret, ami szintén egy hagyományos, nagyon szeretett rendezvény, aminek nagyon örülünk, hogy az ottani szervezőcsapat is belevág bátran ebbe. Lesz szomszédünnep, lesz idén újra ért körbe, és reméljük, hogy szeptemberben még a szabadtéri sportrendezvényekre viszonylag kevés lesz a korlátozás, úgyhogy egy jó nagy, nagy számú ért körbét tudnak a szervezők létrehozni.